Szevasztok kávérajongók, én Kun Frias vagyok, ez pedig itt a Kávés Doboz Vlog. Ma december 19-ét élünk, mikor felvesszük ezt a videót. Ez azt jelenti, hogy holnap advent utolsó vasárnapja lesz. És hát ugye ebben az adventi időszakban azért vannak jófajta szórakozási lehetőségek, ha normális időket élünk, de ugye most nem normális időket élünk, és nekem azért nagyon hiányzik valami. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, nekem például azt hiányzik most, hogy egy jó adventi vásárba elmenjek, egy jófajta forralt borral a kezembe, kellemes koncerteket hallgassak, köze barátokkal beszélgessek, sült gesztenyét tegyek, és ez most ez az egész így most nincs ebben az évben, de valahogy azért pótolni kéne ezt a dolgot. És hát én most ma nektek egy forralt bor recepttel jövök, de hát kérdezheted most, hogy miért jön forralt bor recept egy ilyen kávés vlogba? Hát nagyon egyszerű, azért, mert ez egy kávés forralt bor lesz. Ennek a sztoria az 2016-ban kezdődött, volt annó nekünk egy rövid életű kis étterem kávézónk, ahol egy nagyon tehetséges szakács kollégával dolgoztunk együtt, és így karácsony előtt az adventi időszakban összeültünk, és azon gondolkoztunk, hogy kellene csinálni valami nagyon finom forralt bort, ami más, mint a többi vendéglátóhely kínálatában van, mivel ugye mi a kávés vonalat erősítettük, ezért adta magát, hogy kísérletezünk a kávéval. És ekkor alkottuk meg ennek az eredeti receptjét, ennek a forralt bornak Józsival, ami, hát be kell valljam, hogy nekem életem egyik legjobb forralt bora volt, úgyhogy ezt a receptet ti is otthon egyszerűen el tudjátok készíteni, semmi extra eszköz nem fog kelleni hozzá. Na hát, amire szükségünk lesz, az egy jófajta kávé legelőször, ugyanis ma, mondjuk azt, hogy ma vagyunk az első napon a recept készítése, mert ez egy 24 órás folyamat lesz, picivel több, mint 24 óra. Legelőször kell nekünk egy jófajta kávé. Én ma a Lithium Café pörkölőnek egy csúcs szuper filterre pörkölt kenyai kávéját fogom használni. Kétféleképpen fogjuk elkészíteni, ehhez két eszköz fog nekünk kelleni. Kell egy mizudashi, amivel egy cold brew-t lehet ugye hivatalosan elkészíteni, a másik módszerhez pedig egy teljesen egyszerű befőttes üveg, ugye ha neked otthon nincs ilyen mizudasid, semmi gond, mert ezt a módszert is meg lehet csinálni egy teljesen egyszerű befőttes üveggel, mondom majd azt is, hogy hogy. Itt a kávénk, a kávét legelőször le kell őrölni, ugye a presszónál durvábbra, a French pressnél finomabbra. Na, leőrültük a kávét, ugye nagyon fontos, hogy mennyi kávét használunk, én most ebben a receptúrában a klasszikus filterkávé készítési receptet használom, magyarán szólva 1 deci vízhez 6 g kávét fogunk használni. Számoljunk azzal, hogy a borunk az 7,5 deci, illetve 7,5 deci vizet fogunk felhasználni az italunkhoz, úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy adaghoz 90 g kávét fogunk elkészíteni. Na, ebből most le is őröltünk akkor rögtön az elején egyszer 45 g-ot, és akkor hát most leörüljük a többi 45 g-ot. Első fajta elkészítéshez a kávéval meg is vagyunk, úgyhogy ilyenkor kell azt csinálni, hogy fogunk egy üveg bort, és ezt az üveg bort felbontjuk. Fogom, és ezt a bort bizony beleöntöm a befőttes üvegbe lévő kávéra. A befőttes üvegnél annyira vigyázzatok, hogy lehetőleg az ne egy olyan savanyú uborkás üveg legyen, amit akkor frissen ürítettetek ki, hanem ez egy jól kiszellőztetett, jól átmosott üveg legyen. Amikor ezzel megvagyunk, semmi más dolgunk nincs, rátekerjük a tetejét, picit összerázzuk, és 24 órára lerakjuk pihengetni. Lássunk hozzá a másik fajta elkészítési módhoz. Ugyanannyi kávéörleményre lesz szükségünk. A forgatáson ez volt az a pont, ahol nem vettük észre, hogy a mikrofonban lemerült az elem, úgyhogy itt most egy pici hangalámondás következik. Ugye az történik, hogy leörlöm a kávét, beletöltöm a mizudashinak a szűrőjébe. Hogyha te nem mizudashit használsz, hanem egy sima befőttes üveget, akkor csak egyszerűen öntsd bele azt a mennyiségű kávét a befőttes üvegbe. Önts bele 0,75 liter hideg vizet, és ezt is nyugodtan tedd félre legalább 24 órára. És valamikor holnap délután fogunk itt találkozni, amikor letelik a 24 óra, és megnézzük, hogy mi történt itt a különböző folyadékainkkal, illetve befejezzük az italunkat, és lehet, hogy holnap délután lesz valaki, aki ezt majd zsűrizni is fogja, megkóstolja, hogy neki hogy ízlik. Úgyhogy 24 óra múlva itt találkozunk, sziasztok!
Na szevasztok, itt van a második nap, ugye aludtunk 24 órát, és ígértem, hogy lesz egy vendégünk. Itt áll mellettem Ervin barátom, aki nagy kávérajongó hírében áll. Mondhatni, hogy nálunk itt a kávézóban törzs vendég, mert nincs olyan nap, amikor nyitva vagyunk, hogy ő ne jönne meginni legalább egy presszó kávét vagy egy nékidet. És már régóta nyúsz, hogy valami forgatásra eljönnek kóstolni valami különlegességet. Úgyhogy most itt ennek az ideje, Ervin, kóstolni fogsz. Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, Fricikém, köszönöm szépen a lehetőséget. Méghozzá az a jó hírem, hogy te jókedvűen fogsz hazamenni, ugyanis bevallom őszintén azért hívtalak téged, mert én autóval jöttem, és alkoholt kéne fogyasztani. Gondoltam, kell valaki, aki megissza. Azt hittem sofőrnek kell. Arról is lehetne szó, de mivel te jöttél gyalog, így jártunk. Na, szóval Ervinnek az lesz a nagy harci feladat, hogy amit készítettünk, megkóstolja, és lezsűrizi, ugye két eljárással dolgozunk, hogy melyik eljárás lett a jobb. Úgyhogy nézzük is meg, hogy tegnap óta mi történt a mi bekészített cuccainkkal. Hát ugye először is itt van a vörösborba beáztatott kávénk. Ezt most itt letekerjük. Mi a véleményed? Érződik a kávé? Igen, a kávé tökéletesen érződik, de nem nyomja el a bornak az illatát. Na, hát reméljük, hogy ez itt klassz lesz. És hát itt van a másik. Az pedig a mizudasink, ami hát látjuk, hogy a színe az alaposan megváltozott. Na, hát akkor most az következik, hogy először is le kell szűrjük a kávés borunkat. Ehhez én nemes egyszerűséggel a nagy kemexnek a szűrőpapírját, meg egy szűrőt használok. Ezt itt most szépen fellötypöljük. Alá teszek egy tálat, egy tiszta tálat, és akkor szépen elkezdjük ezt locsolni kifele, és ezt szépen hagyjuk lecsepegni. Na hát tulajdonképpen akkor lecsepegett a beáztatott kávénk. Nézd meg, van egy ilyen szép vörösboros kávés oldatunk. Ezt most ezzel a rendülettel félretesszük. Na de most fogjunk hozzá akkor és készítsük el a vörösborunkhoz a vizes, fűszeres oldatot. Ez egy közönséges kis lávoska, amiben teszünk nagyjából ilyen 0,75 deci szűrt vizet. Ezt mondja egyszer. És ezt csak most úgy lazán sacra. Ez így nagyjából annyi, amit elkezdünk itt szépen melegíteni. És én már ide készítettem a fűszereket, hogy itt ez egy kis fűszeres tálam, ezt gondolom mindenki felismeri. Ez fahéj rudacska, csillagánizs, szegfűszeg, és ez pedig itt szerecsendió. A szerecsendiót azt lehet frissen is reszelni, én most egy magasabb minőségű őrölt szerecsendiót vettem. Ezt itt szépen belesöpörjük, reszelünk bele gyömbért. Ez a gyömbér ez mind a kettőhöz elegendő lesz, tehát ugye nagyjából egy ilyen mennyiség kell. Fogunk egy cuki citromot, ennek is a héját belereszeljük. Utána a citromunkat ketté vágjuk, és így szépen belefacsarjuk. Ugye nagyon fontos a forralt bor készítésnél, hogy hát sokan azt csinálják, hogy a bort kezdik el így forralni a fűszerekkel együtt. Miért nem csináljuk ezt, Ervin, szerinted? Mert nem gyerekeknek készül a forralt bor, tehát nem alkoholmentes forralt bort akarunk készíteni. Kifőből az alkohol, tehát az alkoholt ne tegyük tönkre. Most egy kis narancshéj is fog kerülni. El nem rontja, ebbe biztos vagyok. És hát ennek is beleküldjük a levét. Csak egy dolog maradt hátra. Kell nekünk egy kis vaníliarúd, és nagyon fontos, hogy a vaníliarúdnak a belsejét kell kikaparni, és nem vanília őrleményt kell venni, mert hogy a vanília őrlemény az pont ebből a külsejéből készül, amit mi most nem fogunk felhasználni. Megkutyuljuk, és innentől kezdve hagyjuk. Felséges illatok. Tulajdonképpen eltelt a 10 perc, kész van a főzetünk, és most nincs más dolgunk, mint fél órára ezt letesztük pihenni. Ide szépen a borocska mellé, és megcsináljuk a következő főzetünket is, és ehhez már föl fogjuk használni a kis mizudasinkat. Víz helyett ezt a mizudasit fogjuk használni. Hát amint látszik, ez egy picit többre sikeredett, mint a 7,5 deci, úgyhogy nem tudom, mit szólsz hozzá, ha várakozás közben meginnánk a maradékot. Próbáljuk meg. Jó, oké. Na hát itt besopcoljuk, hogy nagyjából mi ez a 7,5 deci. Töntünk bele. Jó, ezt félretesszük meginni, és akkor ebbe is ugyanaz a fűszer adag fog jönni, és újabb 10 perc melegítés kezdődik, nem kell felforralni. Addig igyuk meg a kávét. Azt igen, megisszuk a kávét. Hát akkor egészség.
Lassan elkészül ez a főzetünk is. Én most itt lekapcsolom alatt a fűtést. Az illat az fantasztikus. Fantasztikus illatai vannak, ezt akartam mondani. Hihetetlen. Úgyhogy fél óra pihenés fog várni most erre is. És akkor tulajdonképpen a véghajlához érkeztünk. Ismét kell nekünk egy szűrő. És tulajdonképpen az oldatot azt szépen beleöntjük a szűrőbe. Ugye alul az alatta levő edényben már ott a kis borocskánk. És a szokásos módon ezt is hagyjuk lecsepegni bele a borba, mert más feladatunk nincsen. Beleöntjük ezt a nagyon finom illatú és reméljük, hogy finom aromájú boros, fűszeres, kivonatos cuccost. Marha pörkölt alaplét. Így van. Elkezdjük melegíteni, nagyon fontos, hogy nem forraljuk, és adunk hozzá egy pici édesítőt, kavarunk rajta egyet, és elkezdjük melegíteni. De addig sem tétlenkedünk, mert a másik oldatunkat is le fogjuk szűrni addig. Ugyanazzal a taktikával, mint az előzőt. Ezt addig félretesszük. Ez szerintem olyan nagyjából 70-80 fokig elég lesz melegíteni. A forralt borunk az ilyen 75 fok környékén, 70-70 fok környékén elkezdett gyöngyözni. Itt szépen lekapcsoljuk alatta a kis indukcióst, ezt félretesszük. Azért, hogy bevárjuk a másikat, én ezt most fedővel lefedem, hogy ne hűljön olyan gyorsan, meg ne párologjon. És akkor rákészülünk a következőre. Hát ugye van nekünk egy finom kávés oldatunk, ami ugye ez a kávés vizes verzió. Ezt beleöntjük, ezt is elkezdjük melegíteni, megbontjuk az üveg borunkat. Ma már ravaszabb voltam, mert csavaras kupakosat hoztam. Öntsük bele a borunkat. Annyit el kell mondani, hogy egyébként a két forralt bor nem ugyanazzal a borral készül, mert hát én ugye ezt egyszerűen úgy oldottam meg, hogy otthon szétnéztem a polcomon, hogy milyen borok vannak, és kiválasztottam azt, ami jó minőségű, de nem az a túlzott a jó minőség, amit mindenképpen magába szeretnék elfogyasztani, hanem azt mondom, hogy alkalmas lesz arra, hogy egy forralt bort készítsünk belőle, és akkor szépen ezt is elkezdjük így összemelegíteni. Azt azért tegyük hozzá, nagy tudásúak azt szokták mondani, hogy az a bor, amely nem alkalmas arra, hogy megidd, az nem alkalmas sem főzésre, sem forradalra sem. Ugye egy jó étel és egy jó ital elkészítésének az egyik alapfeltétele azon túl, hogy jó receptúra legyen, és egy olyan valaki, aki elkészít, aki odafigyel, az mindenképpen a jó alapanyagokban rejlik. És hát ebből se hagyjuk ki az édes ízt, úgyhogy ebbe is kb. Ugyanazt a mennyiségű folyékony édesítőt én belerakom. Ugye az a jó ebben a folyékony édesítő, hogy egyébként ha utána nem édes, bárki tudja magának kellőképpen édesíteni, tehát inkább kevesebbet tegyetek bele, és utólag még lehet édesíteni, mert a folyékony az azonnal feloldódik, nem kell kavargatni, mint a cukrot. Mind a két italunkkal elkészültünk. Kettő kis aranyos bögrécske. Én már alig várom. Na Ervin, akkor nézzük. Ugye szürke bögrében az az ital, ami úgy készült, hogy a kávés oldatot főztük tulajdonképpen fel, tehát a mizudashi alapú, és ebben a zöld bögrécskében pedig az az ital, ahol meg egy sima vizes oldattal öntöttük össze a vörös bort, amit egyébként kávéval összeáztattunk 24 órára, úgyhogy Ervin, tiéd a porond. Na nézzük! Hát ugye kezdjük azzal, ami előbb lett kész. Igen. Mert az már most körülbelül ilyen fogyasztható hőmérsékletre hűlt. Ezek a tipikus karácsonyi fűszerek, és a bornak és a kávénak az aromája nagyon szépen tükröződik benne, tehát annyira érezhető benne, hogy kávét raktunk hozzá. Nem egy tipikus forralt bor. Nem. Nem egy tipikus forralt bor, már csak azért sem, ugye, mint amit az előbb is elmondtál, hogy nincs benne annyi cukor. Uh-huh. Mármint édesítő, mondjuk vegyük azt alapul. Ami nem is baj, mert alapvetően a kávénak a kesernyéssége és a gyümölcsöknek a, hát most azt mondom, hogy savanykássága és egy nagyon pici kesernyéssége ugye ezeknek a déli gyümölcsöknek tükröződik benne.
a lecsengésébe pedig ott a bor. Ez szerintem fűnik? Így, ahogy van, ez teljesen jó. Tehát ebbe semmi plusz édesítő a számomra nem kell. Persze azok számára, akik kifejezetten a forralt bor az, hogy kapok egy édes levet, mondjuk azt, azok számára ez most még nem megfelelő, ebbe még bele kell legalább ugyanannyi édeset tenni, viszont a kávé gyönyörűen megjelenik, nem tolakodik benne, csak ott a háttérben marad. Mindenképpen próbáljátok ki. Ez egy olyan tökéletes kis karácsonyi ital, hogy a szenteste vacsora után nagyon jó lenne elfogyasztani egy ilyet. Én azon gondolkodom, hogy szerintem készíthetnél nekem még. De Ervin, itt a receptúra végignézted. Végignézted, de csak rábízom a profilra. Hát, tanuld meg. Tehát én biztatok mindenkit, hogy egyébként azért van itt a receptúra, és ugye a videó alá be fogjuk írni, hogy az összetevőkből miből mennyit használtunk föl, ugye, hogy otthon próbáljátok ki ezt az italt, mert nem egy bonyolult italról beszélünk, nem kell hozzá speciális eszköz. Tehát ez befőttes üvegekkel, meg fazékkal, meg ilyenekkel dolgoztunk mi is. Ugye Mizudashiban mi azért dolgoztunk, mert nekünk van, de otthon neked nincsen, semmi gond, fogsz egy befőttes üveget, ugyanazt meg tudod vele csinálni. Nem kell vele ez a speckó szűrőbetét sem, mert ugye a végén úgy is leszűrjük az italt. Nézzük meg a másikat is, ez így ebben a formában nagyon-nagyon rendben van. Ez már illatra is másabb. Uh-huh. Tehát itt azért, hogyha a két illatot összerakom, akkor azt mondom, hogy ég és föld. Mind a kettőből előjönnek azok a citrus aromák, amik ugye természetesen ugye a karácsonyi fűszerek és a gyümölcsök okoznak. Melyikben erőteljesebb a kávénak az íze? Tehát melyikben érződik ki jobban a kávé? Az elsőben. Az első. Az elsőben. Az elsőben egyébként sokkal határozottabban. El kell mondjam, az eredeti receptúra az első, amit mi annak idején 2016-ban kitaláltunk. Tehát mi a kávét a borba áztattuk be. Tehát ebben biztos, hogy fog kelleni egy kis édesítés. Uh-huh. Pont azért, hogy igazi forralt bor legyen. Várja. Ezen könnyen tudunk segíteni, mert mint mondtam. Jó, és akkor egy kanálkát. És kanálkát neked. És már is. Itt helyben igen. Improvizálunk. De ebből lesz az igazi. Tehát ez egy kísérlet, ezt nem csináltam még ezt a receptúrát soha, ez csak a kíváncsiság, hogy mi a különbség. Na, most viszont határozottan javult a helyzet, uh-huh. tehát ebbe egy kicsit több édesítés kell. De a kávé ebben érződik jobban. Uh-huh. Hát ugye valószínű, hogy az is szerepet játszik benne, hogy ugye ha alkoholban kivonatolunk bármit, mert pedig a bornak van egy alkohol tartalma, akkor annak az íze mindig intenzívebb lesz, tökéletesebb lesz a kivonatolás, mint vízben. Úgyhogy hát kísérletezzetek ti is otthon, hogy nektek melyik íz jön be, de akkor ezek szerint Ervinnek a... Nekem az első, nekem borban az kivonatolt kávé. Így van. Aztán majd otthon elmondom én is, hogy nekem melyik, amikor megkóstoltam. A receptúrát megtaláljátok itt a videó alatt, mindjárt találkozunk, csak nem itt. Sziasztok! Sziasztok! Közben hazajöttünk, kezemben a két bor, ez az, ami a cold brew-val készült, tehát a Mizudashis megoldással, amikor a vízben áztattuk a kávét, ez pedig az, amelyikben a borban, befőttes üvegben áztattuk a kávét, úgyhogy a hosszabb minta, ma már nem fogok autóba ülni. Hát a kettő között az illatra a legnagyobb különbség az, hogy ez full kávés illatú, a másik inkább hasonlít egy hagyományos forralt bor illatára, és akkor kóstoljunk. Én most ezt úgy fogom megkóstolni, hogy először azt kóstolom, ami az ivakival készült, pontosan azért, mert ugye Ervin azt mondta, hogy annak lájtosabb az íze. Lehet, hogy ő már ugye azért is érezte lájtosabbnak az ízét, mert előtt egy intenzívebb ízvilágú, kávésabb ízvilágút kóstolt meg, úgyhogy meglátjuk, hogy egy első kortra mennyire érződik ki a kávé. Ugye közben el kell mondjam, hogy én anyukámmal megálltam és adtam neki egy kis kóstolót, ő az elején mondta, hogy fú, ez nagyon kávés. Utána megkóstolta a borban áztatott kávét, és arra mondta azt, hogy fú, hát ez még kávésabb. Úgyhogy meglátjuk, hogy nálam ugyanez az eredmény lesz-e. Tulajdonképpen nagyon érdekes. Első érzetre már jön a boros kávés ízvilág, és így el vannak nyomva benne a savak. Tehát az elején nem érezni túl sok savat. És a végén jön erő a gyümölcsöknek és a bornak a savassága. Nézzük akkor a borban áztatott verziót. Hát itt viszont végig megvan a kávé. Nekem ez sokkal harmonikusabb, tehát a borral egy sokkal szebb harmóniát ad.
sokkal kellemesebb végig az ízvilága. Nem jön elő túlzottan benne a gyümölcsöknek a savassága sem, egy ilyen kiegyenlítettebb és kimondottan kávésabb élmény. Tehát nem hiába ez az eredeti recept, ahol a borban áztattuk be a kávét és úgy kivonatoltuk. Ugye az alkohol segített a kivonatolásban, be kell valljam, nekem ez jobban ízlik. Ez sokkal inkább különlegesebb. Úgyhogy ha csak egy receptet akarsz megcsinálni a kettő közül, amit én most mutattam nektek, akkor az az legyen, ahol a kávé örleményt borban áztatod be. Na, hát röviden ennyi. Én is, Magdi is nagyon boldog karácsonyt kívánok neked. Hogyha fel akarod dobni a karácsonyi családi ünnepséget, akkor készítsd el ezt a remek forralt bort. Csak két ünnep között pedig megint alkoholizálni fogunk. Méghozzá nem egyedül, ismét lesznek vendégeink, vagy hát pontosabban mi megyünk majd vendégségbe, és megint egy alkoholos kávéitalt fogunk készíteni, mert hát a szilveszteri bulira is kell valami, úgyhogy én most elköszönök tőletek, sziasztok! A recept egy picit más, legelőször a felvétel közben szétesett mizu dasinkat összerakjuk,